üdvözlök mindenkit. Ebben a filmben, ez egy rendhagyó film lesz valószínűleg, mert én az emlékeim szerint a Fűrészmánia keretein belül hasonlót se csináltunk. Nagyon sok mindent mutatunk már be az évek alatt, nagyon sokféle rendhagyó filmet. Ez most azért lesz rendhagyó, mert egy ilyen manapság történő, internetes felületeken történő átverés és ilyen törvénytelen, hát nem is tudom, mennyire törvénytelen, majd ki fogjuk deríteni, de mindenképpen átverés és megtévesztő adásvételnek a nyomába fogunk menni. Pontosan arra gondolok, hogy konkrétan, tehát nagyon sokféle internetes átverés van, de én most konkrétan egy olyan dolgot fogok végig kísérni, ami arról szól, hogy röviden is velőse megpróbál fölvázolni. A Facebook felületünkön, a Fűrészmánia hivatalos csoportban egyszer valaki belinkelt egy eladó terméket, hogy szerintünk, tehát ilyen ironikus kérdés, vagy ilyen költői kérdése, hogy szerintünk mit kapnánk ezért, ha ezt megrendelnénk. És nevezetesen az úgy volt, hogy egy Husqvarna 365 XP-t árultak 35 000 forintért újonnan. Itt már aki ért hozzá, az tudja, hogy ez abnormális, tehát gyakorlatilag egy fő alkatrész, egy karburátort szerintem talán még azt se kapnánk meg, egy eredeti karburátort 35 000 forintért hozzá, nem hogy egy egész láncfűrészt, de egy lapot láncot sem valószínű. Újonnan, bocsánat. Úgyhogy ez már eleve szemet szúr, de viszont a laikusokat meg tudja vezetni, mert ugye nagyon jó kép van hozzá, nagyon jó leírás. Én erre rákattintottam a kíváncsiságból, és még ott is ért meglepetés, majd mindjárt ezt is megmutatom. De a lényeg az, hogy én most megpróbálom ezt az eseményt, ezt úgy végigkövetni, tehát hogy onnantól kezdve, hogy megláttam ezt a felületet, és ezt a terméket, ezt úgy szeretném végigkísérni, hogy én ezt meg is rendelem, és megnézzük, hogy mit fogunk érte kapni, és megnézzük, hogy milyen panasszal, milyen jellegű dolgokkal lehet élni, hogyha nem azt kapjuk. Ha meg azt kapjuk, akkor tök jó, mert akkor valójában egy Husqvarna 365 XP-t, nem tudom, hogy a Husqvarna ismerők, a Husqvarnát ismerők mit szólnak ehhez a márkához, ehhez a típushoz pontosabban, a 365 XP-hez, mert én úgy tudom, hogy olyan nincs, de mindegy is. És kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk ezért kapni, meg hogy ha nem ezt küldik, akkor erre mit fog reagálni maga a forgalmazó, vagy milyen módon lehet ezzel végig menni ezen az ügyön. Tehát én erre leszek kíváncsi kifejezetten, meg arra, hogy az emberek ebből tanulnak-e, hogyha mutatok én egy ilyen filmet, hogy mi történik, mit kapnak egy ilyen jól hangzó, jól hangzatos hirdetés után egy gépért, milyen gépet kapnak, arra kíváncsi vagyok, hogy erre mit fognak szólni a nézőink. Na jó, mindjárt mutatom is, hogy miről van szó, jó? Szóval meg szeretném mutatni itt az asztalnál a laptopomon. Ez a lealkottuk.hu, Husqvarna 365 XP láncfűrész. Nem ismerem ezt a lealkottuk.hu-t, de szerintem ez egy ilyen gyűjtő webshop lehet, ahol nagyon sokféle termék lehet, mert ahogy nézem, mindenféle kategóriában léteznek itt dolgok, gondolom különböző forgalmazóktól, vagy különböző neperektől, vagy nem is tudom, viszont eladóknak is nevezhető, vagy fiktív, vagy nem is tudom, tényleg egyébként majd ki fog derülni, de ezek olyan cégek is lehetnek, akiknek semmiféle múltja nincsen, vagy akármi, de a legnagyobb meglepetés úgy ért, hogy rákattintottam ugyanerre a posztra, amit belinkelt az úriember a Facebook csoportunkba, és most már a mai napra megváltozott az ára is. Megmutatom, mire gondolok, mert csináltam egy képernyő fotót is. Ez még tegnap 35 000 forint volt. Ugye? Igen. Tehát ez a képernyőkép a tegnapi nap még 35 000 forint volt, ma már 46 590 forintért árulják. Most vagy azért, mert valami tök jó dolgot fognak küldeni, mert rájöttek, hogy elrontották az árat, persze most csak röhögök rajta, vagy pedig az, hogy arra gondoltak, hogy sok az ilyen hiszékeny ember, aki 35 000 forintért megvásárolt, és akkor most árat emeltek 46 000 590 forint, vagy nem is értem, vagy most változott az euró árfolyam, vagy mi, arról sem, nem tudom, mindegy. 46.590 forint, és akkor az van, hogy ugye a képek mellett, ott itt van az eladó egyébként, róla azt lehet tudni, a szállítási idők vannak itt feltüntetve, a szállítási díj, 5 munkanap szállítás módja, társszolgálat.
áruhelye Komárno, tehát annyi már bizonyos, hogy Szlovákiában van. Egyébként ki lehet googlizni ezt a céget. Nagyon sok rossz megjegyzést és kommentet kapott már és véleményt kapott már ez a cég, hogy valószínűleg ez egy nagy átverés, de nem az küldik, amit várunk, mindegy is, de ezt majd be fogjuk igazolni, vagy nem. De és akkor itt van egy ilyen egy tök jó leírás, egy ilyen tök szakszerű, bővelkedő, szakkifejezésekben és adatokban bővelkedő leírás van, ami valójában szerintem egyébként a 365 X-Tor Kuszkvarnának lenne a megfelelője, ahogy nézem a leírás alapján. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö, és akkor kérdésem az ajánlatot, nincs különösebb kérdésem, már elhiszik. És van itt egy tök jó fotó, és most jön a legfaszább rész, mert ez a hótröhely kategória, jó? Lejjebb görgetek, és mi van ott? Mit látok? Ezen a képen, akárhogyan is nézem, az ott egy oleomak, és akárhogyan is nézem, fölismerem saját magamat, én vagyok itt, mégpedig ez egy YouTube videónkból kivágott kép, ő általuk kivágott kép, és ha nagyon erőltetem, akkor lehet is látni, hogy a hátamon a Fűrész Mánia logót. Hát ez egy oleomak 956, nem pedig egy 365 XP Husqvarna, és van pofájuk ezt a képet ide rakni. Ugye erre is rámehetnénk, hogy jogilag mit lehet és mit nem. Hát ugye az interneten, hogyha nem véleted le a képeidet, akkor mindenki szabadon felhasználja, sőt, ugye ebben csak az a izé, nem is az, hogy most fel van használva, mert nem tudod megoldani, hogy ne lehessen felhasználni, illetve meg lehet oldani, csak kurva körülményes, hanem az, hogy annyira gagyi valami, hogy eleve nem a saját képével operálnak, hanem betesznek ide egy Fűrész Máriás képet, egy oleomakról. Na, tehát egy ilyen cucc, és akkor itt van szállítási adatok, és megveszem most. Most megveszük, jó? És megnézzük, hogy mit fogunk kapni, megvárjuk. Ugye, amit lehet tudni róla, most ugye árat emeltek rajta, 46.590 most, rohadjanak meg, tegnap kellett volna megvenni, és akkor szállítási költséggel 50.580 forint lesz, megadás után, szóval utánvétel fogjuk megrendelni, oké. És akkor én ezt majd kitöltöm, és megrendelem. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből. És úgy nagy vonalakban általánosságban ilyen kerti gépek, barkácsgépek elsőre, aztán már itt van már olajsütő is, meg van itt már olaj nélküli fritézis, vagy mi a fene, igen. Olajemelő, benzinmotoros fejlesztő, még ágynemű garnitúra is van. Ugye kis gajjazó fűrészek, kamerarendszer, HD okosító, fükaszák, Segway, és akkor van itt még fazék. És hát akkor elég vegyes a kompánia, mert elég sok érdekes dolgot. Mind amit a piacokon lehet látni, körülbelül olyasmi göncöket árulnak. Indukciós főzőlap, oszlopos fúrógép, tehát láncfűrész többféle is van. Gyanítom, egyébként erős benne van a gyanú, hogy valamilyen ilyen 11-néhány ezer forintért és árult láncfűrészt küldenek a Husqvarna 365 XP helyett. Nézegethetjük itt tovább egy kicsit a gépeket, elég sok terméke van. Ég egyet a világon minden. Pedig az elején még azt hittem, hogy csak ilyen kerti gépeket. Még csempevágó is van, tehát már az építőipar is be van vonva, porcelánkészlet, étkészlet, és a többi, tehát gyerekek mind a bucsúba. Locsoló csőtől elkezdve, az ég egyet a világon minden. Csörlő, 12 voltos csörlő, terepjárósoknak is valakkor. Fűtőberendezések, jó. Összecsukható kerti pavilon sátor, és akkor itt van tényleg a 365 XP láncfűrész. Talán ez a legkomolyabb cuccuk nekik. Egy magyar telefonszám. Megcsörgetjük, megnézzük, mi történik. Ide leteszem a kamerát. Lesz úgy, hogy ne csusszol le. Jó, maradjon így addig. Nézzük meg. Kihangosítom. Aha. A hívott számon előfizető, illetve szolgáltatás nem kapcsolható. The dialed number is not in use. A hívott számon előfizető, illetve szolgáltatás nem kapcsolható. The dialed number is not in use. No. Tehát a telefonszámon ez van. A meglendelés után megvárom a visszajelző e-mailt, hogy visszajeleznek, hogy megkapjuk-e vagy sem, és akkor várjuk majd a csomagot, és akkor megérkezik, akkor majd okosabbak leszünk. Itt van a dátum, azért megmutatom. Tehát Mikuláskor. 11 óra 41 környékén fogom megrendelni majd.